A város egyesítésének 83. évfordulóján díszközgyűlés keretében tartottak ünnepi testületi ülést augusztus 20-án. A testület és a vendégek előtt ezúttal egy napi rendi pont szerepelt, mégpedig a Pro Urbe Mosam Magyaróvár díj átadása. Az elismerést az idei évben az 1990 és 1994 között a város polgármestereként tevékenykedő Plutzer István vehette át, a rendszerváltás utáni helyi közigazgatás kiépítése, a piarista iskola újraindításában vállalt szerepe és a város testvérvárosi kapcsolatainak megalapozása megbecsüléseként. Egy hatalmas meglepetés, mert ezt a konspirációt, amit itt a önhivatal, a feleségem és mindenki érintett ebben a körben megtett, ezt csak csodálni tudom igazából, kémfilmbe illő. Egy hatalmas meglepetés volt, és még azért éppen a meglepetés ereje miatt még nem dolgoztam föl teljesen, hogy mit is jelent ez valójában. De nagyon-nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem. A díjazottat Farkas István köszöntötte, aki elmondta, Plutzer István képtelen bármit félig meddig csinálni, szívvel, lélekkel végzi a dolgait. Mindig is fontosak voltak életében az emberi kapcsolatok, a dr. Satler János Alapítvány kuratóriumi tagjaként pedig segíti a rászorulókat. Téged politikus pályádon is az értékek vezettek, és nem az érdekek. Az értékek közösséget teremtenek. Az egymás ellen feszülő érdekek pedig gyakran ellenségeskedés forrásai. Hálával tartozom neked az Óvári Piarista Iskola újraindításáért. Miután túléltem a dabassári iskola háborút, a Moson-Magyaróvári Piarista Iskola újjászervezése még nagyobb fényben tündököl előttem. Mivel Plutzer István testvérvárosi kapcsolatokat is megalapozta, ezért Hatterstein am Main polgármestere és egykori vezetője is részt vettek az ünnepségen, akik a 30 éves évforduló alkalmából emléklapot írtak alá. A testvérvárosi és emberi kapcsolatok fennmaradása érdekében áldást Bodó Zoltán mondott. Mennyei Atyán, oly nagy kiváltság számunkra, hogy Atyának szólíthatunk téged, hiszen benned mindannyian testvérek vagyunk. Ugyanaz az egy hit és egy keresztség köt bennünket össze a jelenben, mint amely összeköt múltunkkal, Szent István államalapító királyunkkal. Ebben a testvéri közösségben, ahol bár különböző nyelveken beszélünk, egy szívvel, lélekkel akarunk megszólítani téged. Az ünnepség végén a Pro Urbe falon a díjazottról elhelyezett képet is leleplezték, majd Árva István polgármester mondott pohárköszöntőt. A Pro Urbe Moson-Magyaróvár díj városi ünnepségének egészét most hétvégén televíziónk adásán is megnézhetik.